Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban az egyik leggyakoribb nehézséget szeretném bemutatni, amellyel a munkám során találkozom, és természetesen mutatok rá egy ingyenes, nagyon profi megoldást is. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy nem megy jól az angol beszéd, vagy nem megy úgy, ahogyan szeretnéd, akkor nézd végig ezt a mostani videót. Túl sok nyelvtan, túl kevés beszéd. Ez általában a legelső dolog, amit a diákjai mondani szoktak, amikor az iskolai nyelvórákról kérdezem őket. Tény sajnos, hogy az iskolai keretek között túl nagy hangsúlyt fektetnek az írás és az olvasás gyakorlására és különböző tesztek kitöltésére, és egyszerűen túlságosan kevés idő jut az angol beszéd gyakorlására. Emiatt a diákok többségében, nem mindegyikükben szerencsére, de a többségükben kialakul egy úgynevezett megszólalási pánik, vagyis egyszerűen leblokkolnak, amikor angol nyelven kéne megszólalniuk, vagy egyáltalán nem mernek beszélgetést kezdeményezni, és inkább elkerülik ezeket a kommunikációs helyzeteket. Nos, tudnod kell, hogy az iskolai nyelvoktatás fő célja az, hogy a diákok egy sikeres angol nyelvű érettségit, vagy egy sikeres nyelvvizsgát tegyenek, és ezeken a vizsgákon leginkább írni kell, olvasni kell, és megérteni, vagy kell feldolgozni egy angol nyelvű szöveget. Tehát egyszerűen meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy az angol beszédfejlesztést a saját kezedbe kell venned. De ne aggódj, nem foglak magadra hagyni, ezen a csatornán egy teljes playlistet szántam azoknak a gyakorlatoknak, amelyekkel elérheted, hogy fejlődjön a beszéded és a kiejtésed. Ezeket fönt a kártyán fogod megtalálni. Nos, de tudnod kell azt is, hogy ha igazán jól akarsz beszélni, nagyon sok mindent lehet önállóan gyakorolni, de ha igazán jól akarsz angolul beszélni, akkor ahhoz angol anyanyelvű emberekkel kell beszélgetned. Ez elsőre több nehézségbe is ütközhet. Az első, lehet, hogy a lakhelyeden vagy a környezetedben egyszerűen nincsenek angol anyanyelvű emberek, akikkel beszélgethetnél. Kettő, lehet, hogy vannak ilyenek a környezetedben, de lehet, hogy elsőre nagyon nehézkes lesz ez a kommunikáció, mert egyszerűen hosszabb időt fog igénybe venni, hogy fejben összerakj egy mondatot, ezért lehet, hogy kellemetlen lesz számodra megkérni őket, hogy segítsenek neked, hogy jobban beszélj angolul. De erre a helyzetre is van egy tökéletes megoldás. Van egy lehetőség arra, hogy angol anyanyelvűekkel beszélj nehézségek nélkül, és teljesen függetlenül attól, hogy hol laksz. Csak egy internet kapcsolat kell hozzá, és semmi más. Ez pedig a gospeaky.net nevű weboldal. Természetesen, hogyha lejjebb görgetsz ennek a videónak a leírásában, meg fogod találni a linket. Ez tulajdonképpen egy ingyenes applikáció, amire a Facebook segítségével tudsz regisztrálni. Nem kell semmilyen külön programot letöltened, itt van egy beépített videócsat funkció, úgyhogy akár pizsamában is tudsz angol anyanyelvűekkel beszélgetni a nappalidból. Tehát ki se kell mozdulnod tulajdonképpen otthonról. Ez a GoSpeaky nevezetű program kifejezetten a beszédfejlesztést célozza, és érdeklődési kör alapján válogatja párba az embereket, úgyhogy egészen biztosan el tud indulni köztetek egy kötetlen kommunikáció, aztán pedig, hogyha a kedvenc témátokkal vagy témáitokkal végeztetek, akkor természetesen arról beszéltek, amiről csak akartok. Úgyhogy ha nehézséget jelent számodra az angol nyelvű beszéd, vagy szeretnél fejlődni ezen a téren, akkor mindenképpen nézd meg ezt az ingyenes programot. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót. Kérlek, hogyha igen, akkor oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!